Hát akkor üdvözlök mindenkit. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Moldován Attila vagyok, és ennek a csapadékvíz elvezető csatornával a Műszaki Ernőre tervezőjeként először is köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek. Mi már harmadjára tartjuk meg utcafórumunkat a csapadékvíz elvezető csatorna építéssel kapcsolatban. Szarvasváros önkormányzata 500 millió forintos Európai Uniós visszanemtérítendő támogatást nyert erre a munkára. A kivitelező a Bólem építőipari Kft. A kivitelezés bruttó bekerülési költsége 418 millió forint. A kivitelezés befejezési határideje, ezt még többször el fogom talán mondani, 2023. szeptember 7-e. Itt mögöttem, ezeken a plakátokon, hogyha egy kicsit közelebb jönnek majd, jól lehet látni, hogy hol, milyen csatornák épülnek. A térképen pirossal jelzett utcákban megépül közel 11 km hosszon csapadékvízelvezető rendszer, melynek befogadója a közeli Martinovics utcai záportározó. Ezen túlmenően a projektben még bele került a városhoz nem túl messze a macólaposi átemelő szivattyú állásnak, a szivattyúnak a cseréje is. És a Dózsa-György utcában a teljes hosszán mindkét oldalon zárt csapadékcsatorna létesül 3330 méter hosszon. A Tessedik Sámuel utcában a déli oldalon zárt csatorna épül a Béke és a Martinovics utcai között. A csatornák itt 2759 méter hosszúak. Arany János utcában az utca déli oldalán végig zárt csatorna épül, 1711 méter hosszon. A Vajda Péter utcában az utca mindkét oldalán zárt csatorna teljes hosszán, itt 1950 méter hosszú a csatorna. Szent László utcát is érintjük. Az utca keleti oldalában épül csatornánk 553 méter. A Martinovics utca is érintett kismértékben ugye a befogadó miatt 295 méter. Érintjük még a város túlsó oldalán a Budai Nagy Antal és a Lehel utcákat is 590 méter hosszon. Mint mondtam, a tervezett befejezés az 2023. szeptember vége, és addig a kivitelezőnek el kell készíteni a csatornát, és az összes érintett bejárót, amit felbontottunk, azt helyre is kell, hogy állítsa. Az Önök számára semmilyen költség a csapadék csatorna építéssel nem merül föl. Amit viszont el kell, hogy mondjunk is, a mai lakossági fórumunk célja nem csak az, hogy Önöket tájékoztassuk arról, hogy milyen csapadékcsatornák épülnek, hanem hogy adott esetben Önöknek is milyen teendői lehetnek a közeljövőben. Ugye a kormány, mindig el szoktam mondani, hogy ezelőtt közül kb. 10 évvel meghozott egy intézkedési tervet, ez az úgynevezett vízgyűjtő gazdálkodási terv. Arra jöttünk rá, illetve arra jöttek rá mérnökök, illetve szakemberek, hogy egyre kevesebb a csapadék, egyre kevesebb a víz, egyre nagyobb kincse az országnak, és emiatt olyan intézkedések és olyan irányelvek kerültek kiadásra, amely érinti nem csak az önkormányzatokat, építetőket, hanem a lakosságot is. Míg a korábban arról beszéltünk, hogy minden csapadék csatorna elvezeti a csapadékcsatornát, ma jellemzően, és inkább az a legfontosabb, hogy helyben tartsuk a csapadékcsatornát, a csapadékvizet. Ez a bizonyos irányelv, amit Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási elvének hívunk, ez tartalmazza azt, hogy minden ingatlanon, ha csak lehet, a csapadékvizet helyben kell tartani. Ugye sok helyen látjuk azt, hogy kivezetik az utcákban. A helyi rendelkezést is én kigyűjtöttem, és van egy úgynevezett országos területrendezési építési követelmények című jogszabály, ami ezzel szöges ellentétben azt mondja ki bizony, hogy a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, és ha utcai hálózatra rá akarnak kötni, akkor a járda alatt azt meg lehet tenni. Tehát magyarul, ha most valakinek van csapadékcsatornája, és ki van vezetve az utcára, nem tilthatjuk meg, hogy rákössön.
Annak ellenére, hogy ugye ez, mint mondtam, ellenkezik Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási elvével, amely kimondja, hogy inkább helyben tartsuk. Tehát ha rá akarnak kötni, azt meg kell, hogy meg tudják tenni. Ehhez kell a helyi Komép Kft.-nek a hozzájárulása, illetve a Szarvasi Önkormányzatnak a hozzájárulása. A csapadékcsatorna kapacitása az annak figyelembevételével lett, hogy minden egyes ingatlan, lakóingatlan, hangsúlyozom, csak lakóingatlan tetőfelületeiről a csapadékvizet még el tudja bírni. Ha valaki a telke túlvégéről összegyűjti a csapadékcsatornát, és ez jellemzően egy utcában mondjuk már meghaladja a 20%-át is esetleg az ingatlanoknak, ott már valószínűleg túlterhelt lesz a rendszer. Tehát én nem javaslom, hogy a kert végéből is ide vezessék. Annak ott a helye, higgyék el nekem, és mindenkit arra szeretnék buzdítani, hogy amikor a csapadékvízzel gazdálkodjon, otthon próbáljon meg inkább összegyűjteni csapadékvizet, és azzal öntözni a saját kiskertjét, és ne fölöslegesen vezessék el a rendszerbe. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy ezt megtehetik. Úgyhogy röviden a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, ami mondandóm lett volna, azt elmondtam, és én nagy tisztelettel várom esetleges kérdéseiket. Nyilván itt valószínű mindenki a bejárójával, illetve a saját kis ingatlanjának az elvezetésével kapcsolatban szeretne érdeklődni. Hangsúlyoznám, hogy egyedi elbírálás alapján tudjuk eldönteni azt, hogy mely áteresz esetleg maradhat meg, amelyik átmérőben és szintben igazodik ahhoz a rendszerhez, ami meg lesz építve és biztosítja azt, hogy az utca egyik végéből a másik végéig elfolyik a csapadékvíz, azt várhatóan meg tudjuk tartani. Azokat a csöveket, amik nagy biztonsággal visszaduzzasztást okoznak, esetleg nem vezetik tovább, mert úgy el van tömődve, el van törve, azok mindenképpen cserére szorulnak. A legtöbb esetben egyébként a kivitelező nem is vizsgálja, csak külön kérésre, hogyha látjuk azt, hogy egy bejáró olyan állapotú, olyan kiépítettségű, akkor azt külön mindig megvizsgáljuk. A kivitelezőnek helyre kell állítsa a bejárókat. Amikor mielőtt elkezdődött a munka, akkor állapotfelvétel készült, videófelvétel és fotodokumentáció igazolja azt, hogy ott milyen jellegű volt a bejáró, milyen állapotú, beton, aszfalt, esetleg nem tudom, más jellegű kiépítettség, térkő, és a kivitelezőnek ugyanazt az állapotot kell helyreállítania, vagy annál jobbat. Ez azon múlik, hogy esetleg valaki esetleg úgy gondolja, hogy közeljövőben, mit tudom én, bejárót akar építeni, akkor azt megteheti, hogy mit tudom én, a kivitelezővel megbeszélheti, hogy akkor egy kis plusz pénzért nyilván, amit egyébként is beleölt volna, akkor jobbá teszi a művet. De egyébként ugyanazt a bejárót kell, hogy megépítse. Ilyen betontörmeléket gyűjtünk egyébként, éppen most néztük meg az előbb, ott a Martin-Imics utcai záportározó, nem is tudom, déli csücskében talán, nem tudom, ott van egy hatalmas nagy depónia, ahol külön deponálják a műanyagcsöveket, a betoncsöveket, illetve a betontörmeléket, amiket később újra fognak hasznosítani, az le lesz darálva, át lesz osztályozva, és ezt követően fel lehet használni útépítéseknél, talajjavításnál, földutak javításánál. Most az az irányvonal egyébként, hogy ezek a patkafolyókák már nem fognak elérni az út széléig, elhagyunk egy métert, és hogy az autók ugye le akarnak húzódni, mert sok helyen keskenyek az utak, és ha le akarnak húzódni, akkor ne akadjanak fönt benne. Ez a korábbi éveknek a tapasztalata, hibája, ezt megpróbáljuk orvosolni. A tereprendezés pedig szeptember végéig a kivitelezőnek kutya kötelessége elvégezni. Azt tudjuk mondani, ez a talaj, ez után tömörödik, ahogy esik az eső, úgy mondjuk mi magunk között, hogy konszolidálódik, és ez egy folyamat. Egyébként ez a folyamat, ez több évig eltart. Minden egyes ingatlan előtt lennie kell, vagy ingatlannak nagyon közel lennie kell a kapubejáró környezetébe aknának. A rendszer úgy van megtervezve, hogy arra az aknára lehet rácsatlakozni. Épp a kivitelezővel az előbb beszélgettünk arról, mert ez is egy folyamat része egyébként, hogy ugye az egyes lakóingatlanok tetőlefolyóinak a rendszerbe való bekötése, az most lehetséges vagy nem lehetséges? Mint ahogy elmondtam önöknek, mi kaptunk egy irányelvet, mely szerint nem lehetséges. Van egy helyi szabályzat,
itt van a kezembe, mely szerint meg be kell kötni, hogyha arra mód is van rá. Csak zárt csatornával, tehát a tetőlefolyót meghosszabbítva lehet rákötni a legközelebbi aknára, és a kivitelezőt arra kértem, hogy az aknákba ezen túl, tehát eddig nem épült, de ezen túl egy-egy kis befalazó idom épül, amit utána nem kell szétvésni az aknát, hanem arra gyönyörű szépen bármikor rá lehet kötni. Egyébként meg a terepviszonyok remélhetőleg adják azt a lehetőséget, hogy az akna mélypontba kerül, bár itt a kollega elmondta, hogy több akna magas pontra magasabban van, mint a terep, de nyilván ez nem így fog befejeződni. Igen, na most ez a jelzés, ez nem azt jelenti, hogy oda kell menni a kivitelezőhöz, és azt kell mondani neki, hogy csináld meg. Mert ebbe a kigyűjtésembe, ebbe a jogszabály, amit a kolléganő kigyűjtött egyébként, bocsánat, az van, hogy a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőnek hozzájárulásával történhet. Ugye itt az út, az utca, az az önkormányzat kezelésében van. Az önkormányzatot nem szabad kihagyni ebből a folyamatból. Mindenképpen meg kell őket keresni, és a rajz szerint megnézzük, hol van a legközelebbi víznyelő akna. Jó ezeket előre tudni, és azért is vagyunk itt a utcafórumon. Nemrég a Dózsa-György utcán kezdtek el csapadékcsatornát építeni, hogy esetleg, ha van valakinek ilyen igénye, akkor azt előre jelezze, és meg tudjuk utána... Igen, tehát hogyha egy aknát arrébb kell vinni 2 méterrel, akkor inkább arrébb tesszük 2 méterrel, ne az legyen a gond, hogy messze van a, nem tudom, a legközelebbi tetőlefolyótól. Tehát bár nem szeretjük, még egyszer mondom, nem szeretjük ezeket a jelzéseket, mert ellenkezik Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási elvével, mert a vizet helyben kell tartani, nem elvezetni, mert a víz nagyon nagy kincs. Higgyék el nekem, hogy ez az elkövetkező években csak csúcsosodni fog, és egyre többször előjön majd ez a probléma. Én a tavalyi évben egyébként nem tudom, mennyire ismerik ezt a Martinovics utcai záportározót, hosszú-hosszú évek után először kiszáradt. Nem volt benne egy csepp víz se. Úgyhogy nyilván most a rendszer bővülni fog, ez azt jelenti, hogy a tározónk is több vizet fog kapni. Remélhetőleg mindig lesz benne víz és lesz benne élővilág. Remélhetőleg ez fog előnyt jelenteni a városnak. Tehát a pályázati költségünk, ez a bizonyos 500 millió forint, ami nem kevés pénz egyébként, bár 11 kilométer csatorna az elég hosszú, de az 500 millió forintos költségben ugye az fér bel, hogy ez megépíthető legyen, és üzembe helyezhető legyen. A kivitelező, amikor elkészül a művel, elkészít egy úgynevezett üzemeltetési és karbantartási utasítást, ami alapján leírja, hogy ezt a csatornát milyen gyakorisággal, milyen technológiával, az aknákat, milyen vizsgálat alapján, a patkafolyókát, milyen módszerrel lehet tisztítani, karbantartani, esetleg üzemeltetni, helyreállítani. Ez sajnos az önkormányzat feladata, de azt tudjuk, hogy ugye az önkormányzatnak is a költségvetési kerete az rendkívül szűkös. Nem turkálhatunk az ő zsebébe, én nem látok bele az ő zsebébe. Én bár az önkormányzatot képviselem, én nem látok ilyen módon a költségvetésbe. Ezt talán a grémiumtól kell majd számon kérni.